Na hal is srácok! Uh, itt fekszem az ágyban, kurva betegen. Jó, ágy, bocsánat, nem így kell erről kezdenem. Nagyon-nagyon betegen. Uh, gondoltam, csinálok egy ilyen videót TikTokra. Uh, azt mondják, hogyha uh, nagyon unatkozol, akkor keressél uh, miket, mindjárt mondom, hogy miket, eladó tükröket. Uh, tükör, uh, Tükör. Csak sima tükör, ugye? Tükröket keressünk, és akkor az vicces lesz. Nem mi az? Nem jól ütöttem be. Jaj, pont ott van egy ilyen ikon. Tükör. Tükör. Keresünk el adó tükröket, és az általában vicces szokott lenni, mert mindig benne vannak az emberek. Nézzük itt kapásból, be van a mami. Azt a bőtyár itt, aztán vannak kézé faragott lábú asztal, meg minden. Nagyon sukár. S, Jaj, jött a falnál vissza, de hallott, És még képes volt úgy lefotózni, hogy figyelj, nem, hogy elég, hogy ő benne van, hanem a másik tükörbe ott van egy csávó. És az meg így, ah, fotóz már, bazze. Hát ez nagyon komoly, ez egy ilyen dupla, dupla fél. Hát beszarok ennek. Jó, van, oké. Okay. De ez kapásban legelső dolog egy ilyen nagyon vicces volt. de nézzük már, hogy mi van még. Ó, van itt a De nem hiszem el valaki nem tudja lekapotózni. a... a... mi azt? Egy rohadt tükröt. Úgy, hogy, hogy nincsen benne az izéje. A, a, a lába vagy bármi. Na nézzük, hát találunk még valami érdekeset. Hát ez sajnos, ez úgy látom, hogy ez, ez semmi. Itt már pro volt a csávó. Hoppá, itt azért most meg sikerült, el, el sikerült kapni. Azért vannak láva köcsém. Ezen áll a Magyarország nem lenne probléma. Komoly nagyon, brutális. Hát ez szerintem valami is lehet. Igen, igen, a lábak nem tudom. Jaj! Hát itt azért villantott többet is, látom. Szunyog. Szunyog izébe, sapekba. Na nézzük, hát ha még találunk. De vannak azért prók, figyeld hogy oldalról fotózza, hogy ne legyen benne. Azért vannak itt intelligens emberek, és úgy látom. Ah, várjál, hát, hát ez nem egy olyan nagy kunsz. Megnézzük, mi van a szobában, hát, hogyha egy vibrátor vagy valami még beugrik, de lehet, hogy nem. Itt is semmi. Hát itt, itt. Fú, ez nagyon retro, ezek ott le van takarva valami. Kajhacső, ilyesmi. Hát jó, az a láb, az még szerintem elvegy, az még nem egy olyan vészes. Na hát nézzük, hát, ha van, nem, még olyan, ami, ami ami valami izgalmasabb lesz, hát, nem tudom, hogy nem nagyon. Úgy látom, hogy ez egyszer volt Burán kutya vásár, legelsők azok ilyen nagyon epikek voltak, többi meg az nem igen akarja. de Apa, itt! Jaj, de ez mi? Azt hittem, hogy reklám, ne. Esküvői dekor tükör, eladó, és a, ö, valószínűleg az ifjú menyecske is ott héderezik van egy hupikék törpike a falon, nem tudom, indokoratlanul, nem tudom, az miért, miért, why? Miért, why? miért, van az. A mögyecske az magát azért befotózta. Ja, hogy mi van? Ja, hogy ez, ez valószínű, hogy ez meg egy izé, ez meg az esküvőr a kép. Sukár fehérve van, boroskóla befityeg, csávó, leiszod ezt a fehér izét, göncöt, úgy kikapsz, a, a kapásból el fog verni este. Szerintem. Na, nézzük hát, hogyha a háttérben vannak valami izgalmas dolgok. Mi van itt? Szentkép, <kül> laptop, laptop az ágy mellett, akár mikor kézné lehet, tudod, este felé, papír zsebkedő, meg minden. Na, rossz az, aki rosszra gondol. Nézzük, mi van még itt. Hát, hogyha serekek, ez ilyet... nagyon érdekes, komolyan. Bele rájöttem, hogy szoktak ilyen epik jó kis tükörhirdetésök lenni. Hát gondoltam, hogy, hogy a keeper az legyen belőle. Hoppa, az, az megpróbálta a lehetetlen, hogy egy spárgát legyom, és akkor így, így. De valami profi fényképezővel fényképezte rá, de a szíja rész már meg. Valami kanonnal, vagy valamivel nem tudom mi volt, az várja. Itt Ó, oh, csikos papucs, hely, mit csak magamat láttam, dik az. Kulpix, cool, 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 cool pix, vagy mi az? Kulpix van ilyen. Az? Az, azt a izét, azt a colstogot, azt nem olyan kidobta a bár, 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 bárkájából. itt is, öcsém, itt már tetézi a dolgot, be van hajóval. Ki használ még digitális fényképezőgépet ahhoz, hogy Facebookra töltsön fel képeket, azt mondjátok meg nekem. Mert az egy macera, elmutána még akkor föl kell a gépedre, akkor SD kártyáról fel kell az e. Hallod, de nem hiszem, hogy annyi élvezeti érték lenne ö, több akkor, hogyha feltöltöd egy izéve, egy, 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 digitális fényképezővel el. Mármint egy telefon is ma olyan jó képet. Úgyhogy ezt nem nagyon értem. Ö, várjátok, itt a izé, rakjunk nagyobb, nagyobb sugárt. Sugar daddy, Meg úgyhogy Magyarországon azt hát, hogyha dob valami csudát még itt nekik. Hát, ugyanazt, bazze. Hopp! Ez. Ez a csém, ez ez, ez minden víz. Csávó dolgozik. Remélem nem ismer senki magára a nézők közül, ha esetleg igen, akkor szóljál. Hogy itt előtt vagy a munka. Hogy csak mekkora, ez, ez, vagy kicsi ez az ember, vagy pedig az akkor ajtó van ott, hallod? Pedig az ajtó az távolabb van, mint a csávó. Meg rá, fú, ez milyen arányok ezek? Mekkora ajtó az, hallod? Hova, dolgoztatok? Ez élve festetics kastélyben, vagy mibe volt itt a dolog? Ez kemény, kemény, kemény. Ha! Itt is van-e? Nagy tükör eladó. Ez korrekt. Csávó. Ezt lefényképezte. Jó van. Egyébként egy tükröt. Mondjuk, jó, ja, elég nehéz lefényképezni, úgyhogy ne legyél benne, nem? Ah! Oh! itt te megtaláltuk, úgy látom a izét. Te Józsi, fényképezd már le azt a tükröt. Föl kéne rakni a jó fogásra. Na, csinálom be, várjál, ne magyarázzál! <laughs> az, azért ez komoly az a tükör, te. Azon a földgömbön meg szerintem még izé, a Szovjetunió lehet, o nem Oroszország, olyan réginek tűnik. Valószínűleg, hogy ezért még monarchia, meg ilyenek. Nem, nem, túl, nem, túl, aktuális a dolog. Bocsa, angolvér egyébként. Oda de miért kellett odállni vigyázz, a csávónak? Azt mondd meg, ott. Miért kellett odállni? Ez be van csomagóban, nagyon szép. Jaj, ne! Oly, és, ja, hogy ő az izé, ő hozzá kell viszonyítani, hogy a, hogy a, a, a csákó, hogy mekkora a tükör. Csak az a nem tudjuk ki ez a gyerek. Ha csak nem egy celebet kéne odaállítani, érted valami, mit tudom, hogy az ariát akkor tudod, hogy jó egy tükör, hogyha akkor, egy csávó. De így ki a, ki a tököm, ez? Nem tudom elképzelni. Hát ez komoly, nagyon bírom. Lol. Na, itt is. Anyuka. Nagyon szép bizony. Oppá, ez valami izé, valami, valami, Éppen fotózás volt, vagy valami filmforgatás, aztán a izé, a az most megpihent éppen, még rajta ruha. Jaj, miért jut eszem mindig ilyen... ott is, hallod? Van ilyen izé. Ott Ötteni... egy... Hogy? Ezek az esküvői tükrök, ezek így mennek, nem is gondoltam volna, hogy van ilyen, hogy esküvői tükrödik az. Jaj, hát látom, hogy nincs se több egyelőre. Tükör. vannak tényleg nagyon prok. Az mi az, egy döglött macska, vagy mi van ott? Le vannak rugva do... izék, dorgók oda. Van egy izé is... Magas sárkú, meg mindenféle is egy kupócon. Jól van akkor. Mondjuk elrúgtam volna onnan azért, nem? Hogyha már egyszer csinálok ilyet. De hát oké. Okay. Na hát aztán azt hiszem, hogy itt a kifújt. Nem látok semmi. Opp, ez, ez, ez valami garázsban van. Ö, ott a hálószobában van. Hát nincsen rajta ember. Az itt Ott, ott tesz még. Ez valami, íze, ez valami fodrásszal van? Vagy valami ilyesmi. Ez jó van, ez korrekt. lefotóztak kész. Egy kicsit egyébként, egy nagyon picit adébb az, ezt akkor nem ízlelje, nem vagy benne tükörbe, nem? Jó, van, oké, kukaszos korok itt a csebe, haragudjatok. Ez víz, Éva, 36 éves. Mi ez? Webguru szalon, ki mi a pöcsömeket f... dob nekem fel itt, hallod? Én ízét szoktam keresni ladát ezen az oldalon, semmi mást. De úgy látom, hogy ö, bedobít nekem olyan dolgokat, hogy évát is megverném. Na! Jó, a gyerekek szerintem az egyik volt, hogy gyors bejelentkezés, hogy éppen döglődik a kíperben, van két napja az ágyba. Azt a ilyen hülyeségek juttak eszébe, hogy megnézzük a tükröket. Na, elbúcsúztam, jó, van gyerekek, úgy látom, hogy már kifújt ez a nagy story, történet. Nem látok olyan tükröt egyébként. Érdekes azokat pont előre sorolja, amik izék, amik, amik, ilyen nagyon megbotránkoztatóak voltak. Hát nem annyira megbotránkoztatóak, csak érdekesek inkább. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Hát jók legyetek, csácsumi.